Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Kutatóintézetben, hamarosan kezdődik egy kalászosokról szóló konferencia. Szépe Ferenccel, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetőjével beszélgetünk. Ön az egyik előadó, gondolom, hogy egy picit a szakmáról és a különböző kutatási lehetőségekről fog beszélni. Igen, röviden szeretném elmondani a jelenlévőknek, hogy a VM a kutatóhálózatát újra szervezte, újra élesztette az elmúlt időszakban, nem a mostani, hanem az előző kormányzati ciklusokban, még a 2006-os években sajnos letettek a kutatásra az akkor politikai vezetők, és ebből az adódott, hogy a kutatóintézeteinktől elvonták a forrásokat, gyakorlatilag a létükért küzdöttek az elmúlt időszakban. Ezt sikerült megszüntetnünk. 2014-ben egy integrált kutatóintézeti hálózatot hoztunk létre a meglévő, megmaradt kutatóintézeteinkből, állami intézetekből, illetve a társasági formában működő kutatóintézetekből, illetve egyetemeknél lévő egy-két kutatóintézetet visszavettünk a VM irányítása alá. Ezeknek sokkal nagyobb szakmai szabadságot biztosítottuk, anyagi hátterüket rendeztük, és egy integrált kutatóhálózatként nagyon komoly koncentrációra létre, óriási súlya van nem csak az országon belül, hanem kifelé is, így pályázatoknál sokkal hatékonyabban tudnak indulni. Újra tervezzük és újra gomboljuk a kapcsolatrendszerünket a felsőfokú intézményekkel, kutatási intézetekkel, az MTA-val is, illetve a külföldi kutatóintézetekkel. Egy sokkal élőbb kapcsolatot szeretnénk a kutatás, illetve hát az innovációs része meg a legfontosabb, hogy a termeléssel meglegyen az élő kapcsolat. Azonnal lévő igényeknek megfelelően alakítjuk, és nem intézmény, hanem projekt feladatapú finanszírozást vezettünk be. Kutatók, kutatás alapja a kutató. Itt óriási gondok vannak, kiöregedett kutatói állományunk van, megszakadt a lánc, nincsenek középkorú és fiatal kutatóink. Idén már egy új programot indítottunk, az intézetek vehettek fel fiatal kutatókat, ennek forrást és státuszt biztosítottunk. Ezt a programot szeretnék folytatni, illetve együttműködve a felsőfokú intézményekkel a hosszú távú kutatói utánpótlást szeretnénk megoldani. Újra gondoljuk a gyakorlattal való kapcsolatunkat is. Innovációs tanácsot és kutatói tanácsot hozunk létre. Ezekbe az innovációs tanácsba, a termelésben levőket vonjuk be, onnan levő igényeknek próbálunk majd megfelelni, és annak megfelelően irányítani a kutatást. Tehát a fő irányok a gyakorlatorientált kutatási témák lesznek. Nem száműző az alapkutatás, de az alapvetően az MTA és az egyéb ilyen kutatóintézeteknek a feladata, akikkel viszont együttműködünk, hogy azok a kutatások is előkészítsék a gyakorlati kutatást. Ebbe az irányba próbáljuk eltolni ezt az egész rendszert. Nem véletlenül vagyunk szerintem Karcagon, hiszen ezzel a Karcagi Kutatóintézet a nemesített és elismert fajtáiról azért országosan is ismert. Ön is nemesítőként is azért gondolom ebben azért jobban benne van. Hogyan látja a Karcagi Intézetet? Ez egy nagy múltú intézet, ami jelenleg, mint több egyéb kutatóintézet, a felsőfokú intézetekben, oktatási intézetekben vannak betagolva. Az ő munkájuk nem egyszerűen csak nemesítés, hanem tájkutatás, technológia fejlesztések. Egy nagyon, nagyon fontos szegmensét látja el a kutatásnak és ehhez kapcsolódó egyéb feladatoknak. Én bízom benne, hogy ahogy az előadásommal is mondom, hogy a jövőben ennek a nagy kutatói rendszerhez kapcsolódva valamilyen módon ők is kivehetik a részüket, és ebbe az új irányzatba be tudnak kapcsolódni majd. Reméljük, ehhez a források is biztosítottak lesznek. Köszönjük szépen! Köszönöm én is a lehetőséget. Dr. Zsemmel Józseffel, a Kutatóintézet igazgatójával beszélgetünk. Elérkezett a szokásos fajta bemutató a kalászosok tekintetében. Ehhez kapcsolódóan azért sok előadás is lesz. Kiket hívtak meg a mai napra? Természetesen ez egy hagyományosan megrendezésre kerülő fajta bemutató. 10 éve rendezünk ilyen jellegű bemutatókat, hagyományosan természetesen ilyenkor júniusban, amikor meg lehet mutatni még aratás előtt is a gabonafajtákat. Két részből áll mindig ez a bemutató, valóban először előadások hangzanak el, és utána pedig kimegyünk egy úgy konkrétan meg lehessen nézni a fajtákat egy terepbejárásra. Az előadások mindig valahogy felfűzzük valamilyen koncepció mentén, minden évben ezek változnak. A különböző kormányhivatalok képviselőit szoktuk meghívni, hogy általános a gazdákat érintő általános problémákról beszéljenek. Most az idén lesz a biológiai gazdálkodáshoz, ökogazdálkodáshoz kapcsolódó előadás is, illetve lesz egy olyan előadás is, ami konkrétan erre az évre jellemző problémát, a sárga losdát fogja taglalni.
Utána pedig kint természetesen ugyanezt meg lehet nézni a gyakorlatban is. Itt mögöttünk az önök által nemesített búza és egyéb vetőmagok vannak. Az intézmény azért erről nagyon híres, hogy tényleg a tájba illő és ehhez az adottságokhoz illeszkedő fajtákat nemesítenek. Ezt fogják akkor megnézni. Hogyan látja most a kalászosok karcagi helyzetét? Igen, hát mi úgynevezett tájfajtákat nemesítünk, állítunk elő, kifejezetten a térségnek, a tájnak az agroökológiai adottságai között sikeresen termeszthető fajtákat. Talajra és a klímára kell gondolni természetesen ez alatt. Én úgy gondolom, hogy változás előtt állunk ebben a tekintetben, és vannak olyan fajtáink, amelyeket meg kell újítani, vannak új fajtáink is. A mai napon körülbelül 20 őszi kalászos fajtát fogunk bemutatni, 11 búzát, 5 tritikálét és azt hiszem, hogy 4 árpát. Ebből 3 teljesen új fajta egyébként. Én úgy gondolom, hogy a nemesítési osztály kutatói rendelkeznek most már azzal a tapasztalattal, illetve azzal a koncepcióval, hogy látják, hogy milyen irányban kell a nemesítéseknek folynia. Nyilván jó minőség és a termésbiztonság az elsődleges szempont, hiszen a gazdálkozókat ez érdekli, és a tájfajta jellegből az aszályt tűrő fajtákat kell ugye kiemelni, a télálló fajtákat kell kiemelni őszi kalászosok tekintetében, illetve a különböző betegségekkel ellenálló azokra rezisztens fajtákat. Ezek nagyjából azok a fő nemesítési irányok, amelyek célkitűzésként szerepelnek a nemesítők elét, és amelyek tekintetében én úgy gondolom, hogy a fajtáink meg is állják a helyüket. Akkor én szakmai tanácskozást nagyon hasznosat kívánok önöknek, és ott pedig a terepgyakorlaton, akkor mindenki nézze meg, amiről beszélt. Így van, hát remélem is, hogy minél többen maradnak, és kijönnek velünk, és tudunk eszmét is cserélni. Itt vannak a környékbeli gazdálkodók képviselői, itt vannak a társintézmények, oktatói, kutatói, és örömmel mondhatom, hogy nemzetközi a rendezvényünk, hiszen már megérkezett egy cseh, illetve egy szlovák kolléga, és rövidesen meg fog érkezni 3 horvát kolléga is, úgyhogy nemzetköziek vagyunk a mai napon. Jó tanácskozást kívánok, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!